Kata szépen elküld egy embert, és a lövése gól! Az MTK TV-ben igyekszünk kulcsembereinket közelebbről is bemutatni. Ezúttal a fókuszban 2002-es születésű U21-es válogatott játékosunk Kata Mihály. Nagyon jó vele együtt dolgozni, nagyon jó az edzéseken rajta végeztetni a melót. A klubunkra jellemző felfelé áramoltatásra talán az egyik legjobb példa a még mindig csak 20 esztendős játékos, aki Zsinórban 10. MTK szezonjának vágott neki nyáron. Ifibe szinte, hát nem is vég, de azt hiszem U15-től kezdve végegyével nagyobbaknál játszottam, és ez szerintem előnyömre vált, tehát nagyon sokat tudtam fejlődni, hiszen sokkal erősebbek, gyorsabbak voltak talán még nálam is az ellenfeleim ifibe. Tehát ezáltal én is rá voltam kényszerítve, hogy gyorsabban döntsek, vagy máshogy kompenzáljam esetleg, hogyha hátrányom van bármibe. Szóval ezért is lehetett az, hogy ilyen hamar föl tudtam kerülni szerintem a felnőtt csapathoz. Ugye már ez a 4. éve, azt hiszem? Igen, a felnőttbe. Szóval ez szerintem ennek köszönhető, aminek nyilván nagyon hálás vagyok, hogy mindig megkaptam az esélyt az ifi csapatokban egyel följebb, nem csak a saját korosztályba számítottak rám. Az edzéseken a hozzáállás az ugyanolyan, mint a mérkőzéseken, tényleg teljes erőbedobással készül, nem kell noszogatni, tehát egy olyan belső motivációs bázissal rendelkezik. Kata Mihály kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhetően az elmúlt idényekben rendre sok játék lehetőséget kapott, és érdekesség, hogy kezdetben egyáltalán nem volt egyértelmű, melyik poszton fog szerepelni. Az évek során mindig egyre hátrébb tudottam, tehát azért ifiben is centerként kezdtem, aztán szépen támadó középpályás, akkor 8-as, és akkor most meg már 6-os. Hát most már szerintem nem fog hátrébb sorolni, a magasságomnak is köszönhetően valószínűleg, de hát ez egy nagyon érdekes pozíció szerintem, mert ez az a poszt, ami talán az, ahova nem nagyon szeretnek egyébként fiatal játékos berakni az edzők, tehát inkább akkor már vagy előre, ahol ha hibázik is az ember, akkor nem tud akkorát, hogy góllal büntessenek, vagy inkább valahova, ha már a védelemben, akkor a szélére. Tehát hogy ez ilyen szempontból nehezebb is lehetett nekem bekerülni. Olyan karakter, ami pont egy ilyen védekező középpályásnál előnyt jelent, tehát jó csapatember, tud a csapatért játszani, az egyéni kvalitásait egyértelműen a csapat alá tudja rendelni, felesleges villongást nem lehet látni nála, és egyébként egy jó humorú srácról van szó, értelmes, lehet hatni rá, meg lehet győzni bizonyos taktikai elemekkel. Én Liverpool szurkoló vagyok, nekem a kedvence az gyerekkoromtól ez a Gerrard volt, ő kicsit támadóbb volt azért, tehát ő nem ez a 6-os játékos volt, de én mindig úgy, ő volt az, aki, hogyha azt mondják, hogy na ki a példaképpen, akkor ő volt az. Hát a mai fociban egyébként meg igazából, tehát ebben a 6-os pozícióban, amilyen meccseket nézek én a bajnokok ligájában, tehát bárkitől tanulhatok, szoktam is egyébként ezt figyelni, hogyha játszanak. Olyan védekező középpályás profilba illő, aki már 4 éve felnőtt csapat tagja, U21-es válogatott, régi motorosnak is mondhatjuk, de ő egy friss arc még a magyar labdarúgásban, és hatalmas potenciál van benne. Csak is a számokat nézzük, van 5-6 jó szerelése egy mérkőzésen, 60% fölött párharcok, 90% fölött a passz hatékonysága, benne még több van, nem csak egy kimondott védekező középpályásról van szó, hanem olyan is, aki a támadásokat tudja segíteni, aki a kombinációkban még inkább részt tudhatna venni. Én is kíváncsian várom ezt, hogy még nagyobb szintet tud ugrani a Misi.